azt megcsináljátok, leadjátok, már indulhatok is. Sziasztok! Gyertek, mozdulj, Bonyhád, jó? Nem volt könnyű teljesíteni a feladatokat és megtalálni az előre elrejtett bójákat a Mozdulj Bonyhád nevű eseménysorozat legutóbbi családoknak szóló programján. A gyerekek, szüleik és nagyszüleik több, mint 150-en vettek részt a délutáni családi sporteseményen. Nincsenek helyezések, mindenki ugyanazt kapja, egy kitűzött műzlit és kapunk innivalót. Lyukaszgatni kell minden állomáson, és így, amikor az elsőnél vagyunk, akkor itt kell egyet, és mindig meg kell keresni a térkép alapján a többit, és lyukasztani kell, ilyen pöttyöket fogunk látni, mert ilyen tűk vannak, és azok így átszúrják, így le tudják ellenőrizni, hogy jót szúrtunk-e, vagy téves búját csináltunk a helyére. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így a természetben ilyen sok dolgot csinálunk, és hogy bójákat keresünk, és hogy ilyen sokat foglalkoznak a mozdulybonyhádosok a természettel, és hogy ilyen sok tök jó dolgot csinálnak. A lassan egy évtizede a helyi önkormányzat által elindított Mozdulj Bonyhád program célja, hogy a fiatalok a nyári szünetben is hasznosan töltsék el a szabadidejüket, ha lehet, sportolással. Van egészen picike, ami az óvodásoknak szóló pálya, a picinke-cinke pálya, itt a játszótér körül, a nagyobbaknak a szajkókószáló pálya, ott már egy kicsit nehezettet pontokkal, tévesztő bójákkal kell megküzdeni a csapatoknak, és természetesen a hagyományos játékainkat, a slackline-t, vagy a quadro horgászatot, vagy a deszkatalp játékot is elhoztuk, amivel várjuk a lelkes résztvevőket, akik azért, ahogy nézem, elég szép számmal jöttek. Természetesen a programok ingyenesek, és minden résztvevő bójakeresős kitűzőt, műzliszeletet és frissítő szörpöt is kap nálunk. El kell mondjam még, hogy maga a rendezvénysorozat egyben egy pontgyűjtő akció is a Bonyhád város iskoláinak és óvodáinak, hiszen a minden egyes résztvevő egy pontot gyűjt a saját leendő osztályának, a leendő óvis csoportjának, és 2024. szeptemberében, amikor az autómentes nap lesz Bonyhádon, akkor kihirdetik, hogy vajon melyik osztály, melyik óvodai csoport gyűjtötte a legtöbb pontot, és természetesen az első három helyezett az pedig autóbuszos kirándulást nyerhet különböző távolságokkal Bonyhád város támogatásában. A rendezvényeket 2018 óta a Városi Sportcentrum munkatársai szervezik, az események száma pedig egyre nő. Idén 13 alkalmat biztosítanak a szakemberek a sportolásra, aktív pihenésre vágyó fiatalok számára. Ezt az önkormányzat hozta létre ezt a programsorozatot, és a célja az, hogy az iskolai közösségeknek, a gyerekeknek, a diákoknak tudjunk egy olyan nyári program lehetőséget biztosítani, amivel egyben a szülőknek is segítünk a nyári szünidei gyermekfelügyeletben. Sportoljanak a gyerekek, mozogjanak, ez a lényeg az egésznek. A Sportcentrum 2018-as megalakítása óta szervezője ennek a programsorozatnak, és évről évre több programot teszünk bele az egész sorozatba, egyre nő a népszerűsége, és nyilván minden évben az a célunk, hogy kicsit növeljük a résztvevőknek a számát. Idén nyáron még mások mellett kerékpártúra, városi kincskeresés szerepel a tervek között, és egy igazi dunai kenutúrával is készülnek a szervezők. A Mozdulj Bonyhád programsorozat kialakítása a városi, illetve az intézményi költségvetés összetételénél kezdődik. Kell rá biztosítani forrást, összerakjuk a programokat, segítségül hívjuk a helyi egyesületeket, szervezeteket a lebonyolításban, és gyakorlatilag minden évben a könyvfesztiválnak a fesztivál futásával indul ez, az az első programunk, de már túl vagyunk például kerékpártúrán, a Sportcentrum által szervezett napközis táborokat is betettük ebbe a programsorozatba, ennek keretein belül van túránk, illetve focitáborok vannak. Szeretjük, mert igazából azt látjuk, hogy van igény erre
a szülők is vevők rám, illetve a gyerekek is nagyon szeretnek mozogni. Nyilván az időjárás az mindig befolyásolja ezt, hiszen az utóbbi hetek extrém meleg időjárása azért nem mindig kedvez a délelőtti programnak, de én azt gondolom, hogy megint többen vagyunk, mint tavaly voltunk, és gyakorlatilag jövőre még többen leszünk. A Mozdulj Bonyhád nyári rendezvényeire a Helyi Sportcentrum Facebook oldalán, illetve őket telefonon hívva lehet jelentkezni.